Hát sziasztok srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, ez itt az NXPC és továbbra is Lies of P, mint ahogy láthatjátok. Nos srácok, hát először is elnézést kell, hogy kérek, hogy a pénteki stream elmaradt, ugye volt egy kis fontos elintézni való, ami miatt el kellett utaznom, és hát ezt pont péntekre tudták időzíteni, de mindegy, úgyhogy hát ezért elnézést kérek, hogy ez most így elmaradt. Megígérem, hogy a következő, tehát az elkövetkezendő időszakokban azért próbálom tartani magamat a megfelelő időpontokhoz. Na, szóval. De újra itt vagyunk, és ahogy megígértem, hétfőn, igaz, egy kicsit megkésve, mert hát tudjátok, hogy ezen a héten egészen február 1-ig még azért van bőven mit szaladgálnom, úgyhogy egy kicsit meg vagyok késve, de amit megígértem, megígértem, úgyhogy ez a mai nap, azaz hétfőn föl lesz töltve a YouTube-ra, amit a holnapi nap folyamán meg is tudtok tekinteni, és akkor várlak benneteket elviekben szerdán a következő epizódokkal. Remélem azt mindenki tudja, hogy a Starfield-et, ugye azt már végigjátszottuk. Ha valakit érdekel esetleg ilyen egyéb dolog vagy kérdés, nyugodtan írja meg nekem a videó alá kommentbe, vagy hogyha akartok még több ilyen extrém, hogy is fogalmazzak nektek, ilyen vannak kívánságaitok a játékkal kapcsolatban, még nem tölt, tehát nem töröltem le a játékot a számítógépről, úgyhogy még mindig fönt van, én egy kicsit azért még elbóklászok benne. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Na mindegy, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Szerdán a héten nem tudom, hogy lesz-e livestream, ez majd kiderül, már ízik különben a Timézia, vagy Timnézia, vagy Timézia, ugye ez a játék neve. Tehát már minden készen áll, csak az idő kell. Szerdára van egy kis időpontom meg szintén, tehát hogy el kell majd mennem megint a továbbiakban, úgyhogy a hét egy kicsit nehézkesen megy. De a jövő héten szerintem már be fog állni ez a dolog, és akkor el tudjuk kezdeni a normális időpontokat felvinni. Azért nem is csináltam ugye még mindig meg a menetrendet a honlapon, mert egyelőre fölöslegesnek tartom, amíg nem tudom tartani az időpontokat. Úgyhogy majd hát ezen a héten megpróbálok úgy időzíteni, hogy jó legyen nekünk, tehát hogy mármint hogy nekem, és hogy ez úgy megfelelően működjön, megpróbálom beállítani az életritmusomat arra, hogy mindennek megvan a maga ideje. Úgyhogy jelen pillanatban ez lesz az első olyan teszt hét, amikor így kicsit az életritmusomat azért bebírom úgy állítani, hogy mindenkinek megfeleljen, vagy legalábbis főképpen nekem. De hogy mindenki, tehát hogy amit megígértem, azt tudjam nektek is teljesíteni. Úgyhogy jövő héten szerintem már élőben fog menni a livestream szerdán. Remélem, hogy nem lesz semmilyen akadály. Ha mégis igen, akkor bármilyen információt, ami esetleg kimaradás, vagy videó feltöltéssel problémák, meg minden, azt általában vagy az X-en, azaz a Twitteren, vagy pedig a YouTube közösségi fülén megkapjátok az információt, hogy mi, mikor lesz, merre, hány méter. Oké, egyelőre így fog működni. Aztán később, hogyha már úgy rendszereződik így ez az egész dolog, akkor később a honlapon egy menetrend formájában tudjátok követni. Oda később is az ilyen esetleges változások be lesznek írva, hogyha szabadságra megyek, vagy beteg vagyok, vagy valami, akkor bármi előfordulhat. Már persze, akit érdekel. Megnéztem mostanában ezeket az elemzéseket a YouTube-on, nem nagyon szoktam nézegetni, mert őszinte leszek, annyira nem érdekel, de azért nagyon szépen köszönöm, hogy egy jó páran azért új feliratkozókat köszönthettek a csatornámon, és ennek örülök. Úgyhogy, illetve mostanában tudtam válaszolni a különböző dolgokra, és pont témába illő, és köszönöm a Manettnak szintén újra, hogy továbbra is nyomon követi a Souls játékosságaimat, úgyhogy ennek örülök, hogy azért vannak néha-néha így visszatekintget a játékra, és fölhívta valamire a figyelmemet, amit az előző epizódban ugye elvétettem hibát, és ez csak úgy ilyen enyhe megjegyzésként közölte velem, hogy Gábor, az a helyzet, hogy jó értelmeztem tulajdonképpen a bosstól kapott medált, csak annyi a probléma, hogy nem mindig fog úgy működni, ahogy kell. Ő azt mondta nekem, hogy olyan 50-60%-os arányban fogja használni ugye a pulszcelleket, amivel ugye az életünket töltjük fel, azaz az Estus fleszket,
ha lehet ezt így mondani. Úgyhogy ezzel végül is nekem jó, mert ugye tudok spórolgatni néha napján, ezen a dolgon, hogy egyszer marad, egyszer nem, úgyhogy ez az egy. Viszont ugye arra is felhívta a figyelmemet, hogy azért érzem magamat ennyire nehéznek, és azért vagyok ilyen rugalmatlan mozgásügyileg, mert levettem magamról azt a medált, ami megkönnyíti a dolgomat a tehercipelésbe. És amíg nem fejlesztek a capacity-n, ugyan, addig hiába van nálam bármi, lassan fogok működni, sokkal több sztaminát fog felemészteni ez a dolog, és ez miatt egy kicsit nehezebben fogok tudni mozogni és kardot forgatni, ami számomra elég nagy probléma, mert én ugye ezt a játék metódust követem, hogy nem használok semmilyen különböző spelleket, meg ilyen apróságokat, hanem csak úgy szimplán megyek és kész, ahogy tudok, és általában nekem ez a perizős, tehát ez a kikerülgetős, meg a kidodzsolásos, vagy nem is tudom, dodzsolásnak hívják, ha jól tudom. Tehát, hogy kikerülgetem ezeket az enemiket, ez nekem így vált be, én ezt szoktam meg a Dark Soulnál. Ha esetleg ilyen információk kellenek, hogy hogyan tudtok spellezni, vagy ilyen apró cseprő dolgok, vagy hogy milyen karakter tudtok felépíteni, én ajánlom figyelmetekbe azoknak a videóját, aki nem én vagyok, mert mert én nekem egy kicsit nehézkesebb egy ez a dolog, még mindig, nekem szoknom kell ezeket a Souls alapú játékokat, én az első életem játék a Souls volt, akit érdekel, és ez természetesen az új feliratkozóknak szól. Akit viszont érdekel, azt át szeretném irányítani az Anetnek és az ő hozzá hasonló játékosok csatornáira, mert az én csatornáimon nagyon nem fogtok látni ilyen dolgokat, úgyhogy hát így röviden tömören ezzel be is fejeztem a pályafutásomat itt a Lies of P-nél. Úgyhogy lehet, hogy ezzel most csökkentettem a nézettségemet, de majd kiderül, hogy kicsit magam ellen beszéltem, de legalább lehet, hogy egy tartalmasabb videóra szomjazó néző lehet, hogy jobban fogja érdekelni azt, hogy mit, merre, hány méter, és ebben én viszont sajnos nem tudok Souls játékterén segíteni. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe azon a csatornát, aki természetesen érdekel, úgyhogy ne habozzatok, nyugodtan nézzétek meg. Nagyon jó, ő végig Souls játékokkal játszik, úgyhogy tolja végig, ahogy kell. Ő ehhez ért, ez biztos. Tehát szerintem ő ezen nevelkedett fel, a Souls játékokon, és van hozzá türelme természetesen. Na, srácok, még egy gyors információ, aztán bele is vágunk ezekbe a dolgokba, mert hát az idő pénz, és ugye nekünk meg tovább kell menni a Lies of P-be. Még egy, a mai nap folyamán, ugye ahogy végigvittük a Starfield-et, új játékkal fogunk foglalkozni, ami igazániból magra mondhatjuk úgy is, hogy egy kicsit kirí az eddigi játékainktól. Egy FPS játékról lesz szó, de szerintem a mai nap úgy is fönt lesz, úgyhogy meg fogjátok látni, hogy melyikről lesz szó. Egy egész népszerű játéknak örven, és maga a játék stílusa is egy olyan jellegű, ami nagyjából minden ember ismer, és egy tök jó dolog. Annyit elárulok, hogy nem ilyen jellegű, hogy is fogalmazok, nektek tartalommal fog bírni, mint a Lies of P és a Starfield, hogy egy kicsit ilyen dramatizált téma, hanem egy kicsit átmegyünk egy másik stílusba. Ezt meg fogjuk nézni, hogy nálunk hogy működik. Nagyon kíváncsian vártam ezt a játékot, most sikerült, hogy a Starfield-et kijátszottunk, most ebbe fogunk belevágni. A közeljövőben még mindig nem tudom, hogy mi lesz a Lies of P helyett, vagyis elviekben most már előm a poén, elviekben folytatjuk tovább ezt a Souls vonalat a Lies of P-nél, illetve ugye a Timézia lesz az, amit streambe fogok nektek tolni, hogy ott tudtok élőben reagálni a dolgokra, ez csak szimplán ezért. De szerintem a Lies of P után majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én ott még hezitálok egy kicsit, mert vannak érdekesebb játékok, de szeretném megtartani ezt a Souls témát, úgyhogy elmondom nektek az őszintét, hogy nagyon agyalok a Mortal Shield-en. Játszottam vele, de meglátjuk, jó? Ez lesz szerintem a Lies of P folytatása, tehát hogy ha ezt kijátszottuk, ami még szerintem egy jó darabig nem fog tehát nem fog bekövetkezni. Na, srácok, hát akkor váltsunk át, én átváltok nektek egy gyönyörűséges játékra, pillanat. Itt vagyunk. Úgyhogy hát vágjunk bele. Először is beeszközöljük azokat a dolgokat, amikre felhívták a figyelmemet. És ez nem is baj, mert ugye én ezt a harc stílust választottam, vagyis úgymond küzdési stílus.
mert erre lenne szükségem. Na várjatok, azt hiszem, hogy ugye le kell szednem az egyik medált. Mindjárt meg is nézzük, hogy melyik lesz az. Itt vagyunk a tatyóba, de lehet, hogy itt nem, bocsánat. Nem. Itt vagyunk. És ugye ez az az amulet kicsit megnöveli a támadó erőt a kardomnak, de ez ma aztán annyira nincsen probléma. Úgyhogy én szerintem ehelyett beteszem. Pillanat. Igen, ő lesz az. Elviekben, aki növeli a... Vártok, mi a neve? Destroy Amulet. Life Amulet. Nameless. Hűha. Várjatok. Valamit elkúrtam. De én úgy emlékszem, hogy ez lesz az. Increased Damage Inflected Puppets. Igen, ő lesz az. Akkor jó emlékeztem én. Úgyhogy, hát igen, most már 60% alatt van a cipelési rátánk, úgyhogy bőven, de bőven megleszünk. Ez nem tudom mi. Várjátok? Ja, oké, stimmel. Ebből nincsen csak ez, ugye? És hát ebből van egy ilyen témánk, de ez ugye alacsonyabb. Várjátok? Szerintem az tökéletesen megfelel, és van egy gyűrünk. Ami súlyra egy kicsit nehezebb. Viszont a fizikai damage-et tudjuk vele nömelni, és nekünk ez lehet, hogy fontos lenne. De így meg már nagyon nehezek vagyunk. Oké. Hát majd a kapacitásra növelünk, jó? Csak először jussunk el oda, ahova kell. Na! Hát akkor vágjunk bele! Ismétlés a tudás anyja, mert fogalmam sincsen. Ja, tudom, a dühöngőnél tartottunk ennél az állatnál. Úgyhogy... Ja, hát próbálkozzunk meg vele. Több-kevesebb sikerrel. Szerintem az első két körben úgy is elvérzek, mint állat. Úgyhogy, vagy meg azt tudom csinálni, hogy kikerülöm. Az egy szégyen teljesebb verziója a dolgoknak, mint amennyi. Úgyhogy, hát meglátjuk, srácok, jó? Na, nézzük. Elteleportálódott a kard is a kezembe. Még egy valamit elfelejtettem. Megnézni, hogy... Be tudok-e menni Geppetto bácsihoz egy kicsit fejleszteni? Jó lenne, hogyha 5 pulsz cellem lenne. Azért egy egyszerűbb meló lenne 5 pulsz cellel dolgozni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye. Egy kicsit azért dinamikusabban tudok most mozogni. Aminek örülök. Valamilyen szinten. Megvárjuk itt ezt, hogy leugorjon hozzánk. Gyere, itt vagyok. Oké. Hát na nézzük, mennyi esélyünk lesz. Bemelegítünk vele, az biztos. Hey! Kicsit elmebeteg. Hű! Hű-hű-hű-hű-hű! Uj-uj-uj-uj-uj! Azt bekaptam. Ha? Eléggé erőteljesen próbál engem megölni. Várjatok. Még egy ilyen.
most jön még egy. Ó! Ó! Basszus, pedig jó lett volna. Ez a hármas kemény támadása, ez egy kicsit durva, de jobban mozgunk, és tök király. Ennek örülök. Jó lesz az, nem lesz ezzel baj. Na! Hát ilyen bemelegítő körnek ez jó volt, srácok. Hát Lies of P, tehát ezt megszokhattátok már tőlem, hogy eltökölgetek egy jó pár epizódot egy bizonyos résznél, mert nem egy egyszerű játékról beszélünk, és ezt többen is tényleg jelezték, aki esetleg nem tudná, hogy én viszont vágatlanul szoktam általában ezeket a videókat megcsinálni, mert így észlelhető a játék keménysége, és hogy milyen játékokról van szó, tehát hogy én ez miatt nem szoktam így, meg így elbóklázgatok, meg stb. Úgyhogy, ja, hát, de legalább már eredményesebbek voltunk, egy fokkal. Mindjárt megérkezik. Most fog ugrani. Szerintem. Oké. Okay. Most megrázta magát, most még egy ugrás jön. Hoppá. Maradjon health nálunk. Most fog ugrani. Megint ugrik. Menjünk hátrébb. Oké. Okay. Kegyetlen. Oké, okay, vártok. Nagyon állt. Nagy ugorjon. Még egyet fog. Bakker, bele is ugrottam. Megpróbáljuk ezt, kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudom kijátszani. Nem, egyetlen most nem, de muszáj vagyok valahogy megölni. Kíváncsi vagyok, hogy mit dob. Egy kicsit keményebben kell gyakni, és erre rájöttem, hogy minél többet menekülök, annál többet fog ugrálni. Tehát, hogyha a közelébe vagyok, akkor inkább csak, úgy látom, csak hadonászik. Ugrik, de hát vigyáznom kell magamra. Elviekben ki lehet védeni az ütését, ha jól tudom. Mert ezt a múltkori epizódban sikerült egyet, de hát meglátjuk, hogy az a baj, hogy ennek a karnak nem sok a védelme. Jaj, várjatok. Elfelejtkeztünk róla. Oké. Okay. Hú, hirtelen azt hittem, hogy megpróbálnak utánam jönni. Ugye? Még egy ugrás jön majd. Tuti. Most kezd majd el szecskázni valamikor. Oké. Túl messzi voltam tőle, és beakadtam a kőbe. Hát jó van, srácok, hát ez ilyen. Egyszer meg kell ölnöm. Kicsit kijöttem a gyakorlatból, de nem volt rossz. Hát ez most ezzel fog telni. Valószínűleg ez az epizód, hogy én itt kiszenvedjem magamat. Hát meglátjuk, na várjatok.
Most megpróbálunk rá koncentrálni, hát ha. Mondhatnám azt is, hogy átváltok egy másik késre, de megpróbálhatjuk igazándiból, mert föl van fejlesztve a kis késem. Vártok, kíváncsi vagyok rá. Ugye ezt helyett betesszük, mondjuk ezt. Nézzük meg. Mit érünk a zombik ellen? Kis szurka piszka. Védeni nem fogok vele tudni, azt tuti. De jó, hogy nem akart rá fókuszálni. Nem rossz az. Sőt. Sőt. Egész korrekt. Wow. Oké. Okay. És most mi fog történni? Ezt elbasztam. Oké, okay, ezt nem figyeltem. Mindjárt megnézzük a barátunkat. Lényegesen kevesebb staminát emész föl. Úgyis ugrani fog. Igen. Bassza meg, telibe. De eredményesebbek vagyunk vele. Jobban tudunk mozogni. Lehet, hogy ez lesz a megoldás. Azt nem figyeltem az életemre, úgyhogy elnézést kérek. De ez keményen leküldte. Arra voltam kíváncsi, hogy hogyan szuperál a kard. Az életét figyeltem, úgyhogy bocsánatot kérek a balfasságomért. Amúgy is az vagyok. Ezt már megszokhatta az, aki néz engem, ugye a főleg a Lies of P-be. De hát, na, ez van. Na nézzük! Kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményes. Néha a fókusz nem megy, de ezt is megszoktam már a játéktól. Illetve annyit fogok eszközölni, hogy majd mielőtt ez megérkezik hozzá. Látjátok, hogy most is próbálna fókuszálni, eddig működött. Most már nem. Na, azt adjuk be magunknak. És akkor nézzük a barátunkat. Hoppá! Töltsünk! Igen, ez ellen egy kicsit nehezen tudok védekezni. Az a baj, hogy... Zsír! Hát megvan a kulcs. Slum szekkely. De ez nem tudom, mit akar. Ó! Oh, hát ide kell jönnünk. Oké. Okay. Jól van. Halló! Vártok? Azért jó lenne bekukkolni, hogy mi van itt. Nem rossz ez a kis kard. Komolyan. Ezzel meglepődtem. Viszi őket, mint a... mint az állat. Before spirit... Oké. Okay. Hát, biztos majd hasznunkra lesz. De azért jó lenne megnézni, hogy erre mi van most már. Így a két epizód után. Reméljük, hogy sikerül is. Gondmentesen elindulnunk erre végre, de azért úgy néz ki, hogy csak sikerült, csak összejött.
Hát nem tudom, hogy mi vár rám itt konkrétan. Ártok? De valami vadállat lesz, ahogy elhallgatok. Valami nagy darab itt van. Ó, a szarvas, oké. Hát reméljük, hogy itt nem lesznek felkelő brigádok. Várjatok. Kettőkkel azért csak nem szeretnék megküzdeni. Nem nagyon akar ide jönni. Ó! Oh! Vártok, már nem láttam a bozótól őket. Wow! Hello! Erről nem volt szó. Oké. Okay. Úgy látszik, hogy kiskardra jobban vagyok optimalizálva. Nem tudom. Jól van. Egyelőre úgy néz ki, hogy zsír. Na, nézzük, hogy erre mi van. Hát itt nagyon más nem tudunk fölvenni. Nézzünk szét. Hát, ha van valami nagyon érdekfeszítő dolog erre. Őszinte leszek, egy kicsit be vagyok fosva. Hogy mi lesz a... Hogy éppen, hogy hol fognak meglepni. Főleg, hogy nem sok... Hogy is fogalmazzam, életem van. Hát azt már látom, hogy itt a hídon meg leszek áldva. Ott már a nyakamba akarnak ugrani. Úgy látszik, hogy ez a tűz téma, ez működik. Na várjatok. Megfenjük a dolgokat, mert nem árt. Oké. Okay. Oh. Hát fogalmam sincs, hogy mire kell számítanom, de ott valaki áll a tetőn. Viszont nem ártana lenézni oda is. Ez biztos valami érdekfeszítő lehet. Van ott valami lent? Aha. Hát ez jó kérdés. Mondjuk föl tudunk menni, de le is tudunk ott menni. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy kell-e valami meglepetésre számolnom. Őszinte leszek, nem szeretném újra kezdeni. Úgyhogy megpróbálhatjuk azt, hogy itt lemegyünk. Halló? Ó, oh, oké. Okay. Tehát, hogy az csak föntről lehet, jól van. Akkor majd mindjárt fölveszük. Ezt tudja, hogy be fog szakadni. Elhiszitek? Jó van, nem. Akkor nem kell elhinni. Ez mi? Saw Blade? Hát szerintem ez egy dobható cucc, sőt. Én úgy emlékszem, hogy az. Van egy olyan érzésem, hogy itt fogunk megpusztulni. Mert az a nagy darab valami az ott elég... Elég... Hogy is fogalmazzak... Nem valami bizalomgerjesztő. Ergo fragment, zsír. Na jó! Hát szerintem most fog vége lenni az életünknek, srácok, de azért egy próbát megér. Szerintem csináljuk azt, hogy adunk magunknak egy ilyet, és akkor próbáljuk meg felvenni a harcot a jóképű barátunkkal. Masszív. Valami baj van ennek a medvének. Puti!
Úgy néz ki, hogy hatásos. Elindult. Wow. Wow. Bassza meg. Beszorújtottam a magamat a fához. Srácok, nem lehetek ilyen balfasz. És ugye most meg kell küzdenem újra. Ha már nem hiszem, mert a kulcsot azt már megszereztük. Igen. Úgyhogy... várjátok egy kicsit, mert szerintem nem fog jönni újra. Legalábbis borzasztóan remélem. Várjatok, de kíváncsi vagyok. Hát ha igen, akkor én feladom a játékot. Még egyszer azért csak nem akarok megküzdeni ezzel az állattal. De szerintem nem. Szerintem már nyitva van. Újra az ajtó. Legalábbis borzasztóan, de borzasztóan remélem. Na gyere! Oké. Okay. Igen, már többet nem fog jönni. Jól van, ennek örülök. Ez azért nagy szerencse. Még egyszer azért csak nem kellett volna megküzdenem vele. Magazine. Az soha nem baj. Ó, várjatok. Ez fontos volt. Arra akartam kíváncsi lenni, hogy kibírom-e védeni. Valahol még kellett lennie, vagy ők már feljöttek? Ah, már feljöttek, jól van. Azt gyorsan felszedjük. Gyere! Lomha természetű, ami nem is annyira baj nekünk. Oké. Úgy látszik, hogy ez a kis kard, ez jól bevált nekünk. Eléggé erősen sikerült, vagy csak én vagyok most nem annyira béna, mint ahogy szoktam lenni. Oké. Okay. Hát... Hirtelen most nem látok senkit egyelőre. Ami késik, nem múlik, mert a csávó a toronyba volt. Oké. Sweeper. Ez egy archív újság. Hát jól van, srácok. Egyelőre úgy néz ki, hogy itt még mindig nem tudunk menteni. És itt nagyon shortcut sincsen. Jól van. Nézzünk szét azért. A biztonság kedvéért, hogy ne érjenek meglepetések. Hirtelennyébe. Jól van. Legion Magazine. Hát azzal már meg vagyunk. Egy jó pár darabbal. Jó.
Oké, tehát föl is bírunk menni, meg le is tudunk esni. Jól van. Nem sok lehetőségünk van, ez az igazság. Nézzünk föl. Mi van itt fönt? Szerintem el fog törni a gerenda. Van egy olyan érzésem. Elhiszitek? Oké. Okay. Speciál resist ampull. Hopp! Oké. Okay. Hát ez így nem annyira vicces, ez a helyzet. De próbáljunk meg lemenni. Oké. Okay. Oké. Okay. Utálom az ilyen oszlopon való szaladgálást. Ez nem az én reszortom, főleg nem Xbox joystickkal, mert ha még billentyűzettel kéne játszom, azt mondom, hogy egyszerűbb dolgom van. De annyira érzékeny. Hú, majdnem megdöglöttünk. Annyira érzékeny az Xbox joystick, hogy olyan finom új mozdulatokat kell tennem, hogy az valami beszarás, és hát ez így egy kicsit nehezemre esik. Oké. Okay. És akkor? Ne bassz, hogy arra a gerendára kell ráugranom. Szivat? Na, vártok. Oké. Okay. Oké. Okay. Hát, hogy ne menjen le az életünk, azért megpróbálunk. Így is jó. De mindegy, most már. Jól van. Hát ez egy új, ismeretlen terep, srácok, úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy fog szuperálni. Reméljük, hogy... Az egy Stargazer. Ő. Ők kik? Oké. Okay. Beszélgessünk velük. Hello. Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? Igen, kijöttünk a gyárból. That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him. For being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is okay. Stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Csatlakozunk hozzájuk, vagy most nem tudom, mit szeretnének. All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Elfogadjuk, srácok. Legyen egy ilyen plusz, lehet, hogy kapunk tőlük valamit. Legyen. Smart choice. Nem biztos, hogy végighez fogjuk vinni. Oké. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. Oké. Tök király lenne őket kigyilkolászni, de most nem fogunk. Oké, okay, hát el tudunk menni. Várjatok, ez nyílik? Azért arra kíváncsi lennék, szerintem nem. Mindjárt gondoltam, ez egy shortcut lesz a valószínűleg később. Hát akkor nincs más hátra, mint előre, ezt tudjuk. Ó, jönnek utánam. Oké. Okay. Hello. Elég fura ez a utcakép. Segítenek nekem, de miért?
Mert van annyi ezer, hogy itt azért lesz egy pár olyan. Hogy ilyen sokan vagyunk, de szerintem ennek rossz vége lesz. Várjatok egy kicsit, hagyj menjek ide föl. Megnézzük, hogy mi van itt fent. Valami jóság. Wow! Oké, ez nem baj. Opa. Nekem tényleg olyan érzésem van, hogy ők nem jó szándékból követnek. Oh! Wow! Wow! Mi a büdös! Starfragment. Oké, van valami gránát. Nézzünk egy kicsit körbe, mert erre is el tudunk menni. Várjatok, menjünk be ide. Annyiban jó, hogy itt vannak, hogy... ugye ez a shortcut, úgy látom. Bassza meg! Oké. Egyelőre minden rendben van. Még. De nem akartam ide leesni. Öh, basszus! Oké. Archbreakert is. Oké. Ez egy újságcikk. Oké. Oké, akkor ez volt az, amit én azt hittem, hogy shortcut. Zsír. Hát akkor csináljuk úgy, hogy erre eljövök. Úgy. És akkor menjünk föl. Hát már ennyivel előrébb vagyunk. Amúgy rohadt jól néz ki. Tehát azt bocsánat, hogy így el vagyok, meg így ennyire bámészkodok, de nekem kecire tetszik a... Fura, hogy így. Én még egy ilyen Souls játékban se láttam, hogy ennyire sűrű. Mi a gond? Á, fekete nyúl, ők erről beszéltek, hogy valami fekete nyúl testvérek vagy mit mondott. Nem hangzik túl jól. Ó, az ott vat? Oké, őt már ismerjük. Annyit mondjuk lebírom, tudunk csinálni, hogy ledobjuk innen. De egyelőre nézzünk szét. De valami nagy darab van itt, azt hallom. Vártok. Oké. Mert van olyan érzésem, hogy nem véletlenül várnak ők odakint. Oké. Igen, jó lenne ledobni onnan. Mert ő folyamatosan dobálni fog bennünket. Hadd jöjjön.
Igen, erre nem számítottam. Igen. Lehet, hogy ide kevés lesz ez a kart. De a túrót, menni fog az. Ó, de messzi vagyunk. Várjatok. Hát akkor most végig fogunk futni a dolgokon. Mert most annyira nem érdekelnek ők. Egy kiugrik az ablakon. Oké. Itt lesz egy kutyus. Ez nem igaz. Zsír. Mondjuk kivéthettem volna. Azt vettem észre, hogy amíg van heltem sok, addig a pulsz cell általában mindig vissza tud normálisan tölteni. Ez érdekes. Halló? Minden oké? Wow! Most már ezt másodjára is legyőztük. Oké, és akkor itt álltak meg a többiek. Igen. Hát jó. Azt le kéne onnan dobni, én azt mondom, srácok. Várjatok! Két fűrészünk van, három ilyen szigonyunk van, még ilyen dobható cucc? Chain, lánc, strobing gobét megpróbálhatjuk igazándiból. Move to equipment, és akkor behányjuk ide fogaskerék helyett. Hol vannak a dobható cuccok? Itt vannak, így van. És akkor megpróbáljuk a lánccal befűzni. Szerintetek átbírom dobni? Szerintem nem. Ó, oh, ez nem az. Elfelejtettem, basszus. Várjatok. De szerintem nem, tehát hogyha ő így dobja, akkor több mint valószínű, hogy nem fog menni. Mondjuk a láncs az elviszi őt, mint a túró. Úgyhogy megpróbáljuk feláldozni az egyik fűrészemet. Mindjárt gondoltam. Jól van. Hát ez nem fog nagyon összejönni. Az meg volt. Szigonnyal lehet, hogy le lehetne hajítani őt. De próbáljuk meg. Szuk! Nézd meg! Te köcsög! Oké. Okay. Hát, mert ugye a problémám az, hogy ő onnan, sőt a másik oldalt is van. Úgyhogy, hát próbáljuk meg, jó? Legfeljebb meghalunk. Megpróbáljuk ide elhúzni. Hogy szaladjon. Igen, ezzel van a problémám. Kaptam. Nem lesz ez így jó. Igen, valahogy őket le kéne szeregetni. Ezt még megpróbálom, megnézem. Most már itt úgy néz ki, hogy a következő epizódnak ez lesz a tartalma, hogy ezt megpróbáljuk megölni. Megpróbálhatjuk azt is, hogy átváltok a másik kardra, de valahogy át kellene oda mennem.
azokhoz, akik ledobálnak. És ugye a probléma az, hogy nem nagyon tudok, mert ezeket a kicsiket viszem ezzel a kis karddal, és ezzel nincs is úgy nagyjából probléma. Tehát elviekben lehet perizni is. De úgy látom, nem véletlenül vannak nálam ilyen láncsák, és ezt elég sűrűn be lehet szerezni itt. A pálya legelején, úgy tűnik. Hát én őszinte leszek, én most nem biztos, hogy őt el fogok vele itt tökölni. Még egy jön. Hát feláldoztuk az életünket, nem baj. Valahogy tudti, hogy van olyan hely, ahol föl lehet hozzájuk mászni. Hát azt nem hiszem el, hogy... Hát cigonnyal kintről nem tudom őket ledobni. Megpróbálhatom. Tehát igazándiból itt van a lehetőség. De... Hello. Várjatok. Mert szigonyt tudunk szerezni, tehát úgy látom, hogy az dobálta. Várjatok. Ezt még kipróbálom. Nem ezt akartam. Elnézést. Mert abból van. Nem sok. De hogyha egy-egy... Ez csak egy próba. Ha egy-egy szigonyt, megbírom őket kicsit dobni. Próbáljuk meg. Egy megvan, tehát ennyivel előrébb vagyok. És akkor csinálunk egy olyat, hogy... Várjatok! Hogy most visszaváltok a másik kardomra, mert az egy kicsivel erősebb. Mert úgy látszik, hogy ennél viszont a tűz... Hello. Hello, hello, hello. Szállt csak föl. Ennél viszont... Kemény. Ez valami nem prób... nem oké vele. Azzal vigyázni kell, hagy fáradjon ki egy kicsit. Áh, passzó meg! Jó lett volna, lehet, hogy megbírjuk ölni, csak elfogyott a szigonyunk. Úgyhogy nem bírjuk őket ledobálni a tetőről. Hát mondjuk annyira nem baj, mert annyira nem volt zavaró, de most már legalább tudom, hogy hogy mi van. Reméljük, hogy kapunk még egy szigonyt. És akkor így egy van. Várjatok. Oké. Zsír.
Mi a szarra löntött le? Hú, az mák volt. Úgy látszik, hogy kicsit agresszívabban kell mennünk. Ez tök jó, mert ő minden pillanatban dobál nekünk valami fincsit. Hát ez most nem jött össze. Na, várjatok. Hát ez igen nehéz lesz így. De igazándiból lényegtelen. Hagyjon ön a barátunk. Volt. Ebbe beleszaladok mindig. Ez pont nem jókor kaptam el. Kifáradt. Gyerünk! Meg lesz! Még az utolsót. Hey, ez tök jó. Mert nem tud megütni bennünket. Hagyd dühöngjön. Halljátok, srácok, rájöttem egy ilyen bágra, tök király. De jól van. Oké, okay. Megvan a 12.000 pontunk, most már csak valahogy úgy kéne megoldanunk, hogy őket valahogy ki kéne nyírni, ami egy kicsit nehéz lesz ennyi élettel. Na várjatok! Hát... azt nézem, hogy fölbírok-e menni. Várjatok! Tehát... én úgy gondolom, hogy nem. De valahogy csak. Mert ott vannak ugye a dolgok. Hát srácok, fogalmam sincs. Nézzük meg. Gyakorlat teszi a mestert. Wow, az egy csapda! Fasz meg, te hülye vagy. Oké. Okay. Hű! Tök király, visszakaptam ja nem, nem kaptam vissza 4-et, már azt hittem, hogy visszakaptam pulszelből. Valahogy föl lehet szerintem menni hozzájuk, ez tuti. Márpedig abból gondolom, mert itt vannak ilyen különböző rámpák, ahol lehet szaladgálni. Úgyhogy valószínűleg bent itt a házban, ez egy ajtó? Aj, már megint egy rohadt csapda. Hát igen, ez egy ajtó. Ami annyira nem zsír, hogy... szerintem most fogunk meghalni. Elég necces ez a dolog. Várjatok! Meg kéne edzenünk egy kicsit legalább a fegyvert. Nem sok értelme van, mert igazándiból lehet, hogy nem bírjuk majd használni se. De... azért ez hagy menjen föl neki. Oké, okay, fasza. Jól van, srácok. Szerintem most lett végünk. Így né? Futj be a házba. Hú, ez gyorsan meg kell. Ne! Nézd meg, és megállt. De miért állt meg, láttátok? Ilyen nincs. És most kezdhetem előről. Na jó van, srácok. Hát most már tudjuk, hogy hogy kell megölni. Szerintem ott lesz. Megkukkoljuk, jó?
És a, de szerintem menjünk vissza. Nézzük meg, hogy miből élünk. 12.000 pontot hagytam ott. Nagyon örülök neki. Lehet, hogy az kellett volna, hogy inkább visszajövök. Ezt még megpróbálom. Jó? Az a baj, hogy hosszú a kard. És kicsit nehezen férnek el a dolgoktól. Úgyhogy ez óriási nagy probléma. Oké. Okay. Az is lehet, hogy nem foglalkozok azzal, mert teljesen fölösleges. Mindjárt szépen elszaladok mellette, mire föléled. Hát csak talán nem jön be ide utánam. Vagy igen? De! De bazd meg! Képes eljönni. Jó, de agresszív. Jól van. Ott van! Nem hallom most a nagy melákot. Nincs. Akkor megbírjuk menteni gyorsan a dolgainkat. Hű, de király! Jól van. Na nézzük, hogy miből élünk. Ez mi nyű? Kvarc! Oké. Okay. Amarra voltunk, ott nem tudunk fölmenni. Itt nem tudunk fölmenni, úgyhogy valahol meg kéne keresnünk, hogy hol tudunk fölmenni. De szerintem itt. Nem, itt se. Hú! Halló! Hát nem sok életed maradt. Hol tudunk fölmenni, srácok? Tudti, hogy valahol föl lehet. De hol? Van egy olyan érzésem, hogy erre. De hol? Ott kéne. Csak ott tudok. Máshol nem igazán. Na mindjárt szétnézek még, csak ezt kinyitjuk. Oké, akkor itt nem tudjuk kinyitni. Valahol máshova kell mennünk. Oké. Á, itt tudunk fölmenni, jól van. Megvan. Zsír. Nézzünk azért szét. Tudod, hogy mindjárt nyakamba ugrik valami. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Mondtam. Oké. Okay. Én amonó vagyok, hogy visszaváltok gyorsan. Tudom, hogy egy kicsit most hosszabbra sikerült a dolog. De megpróbálok visszaváltani erre. Ez valahogy szimpatikusabb volt. Meg kéne próbálom úgy, hogy nem vesz... Ne már. Utás. Nagyon jó. Legalább azt is tudjuk. Oké. Ezt kapcsoljuk le. Oké. Nem lesz olyan vész.
Viszont ezeket a dolgokat azért csak fel kéne vennem. Valaki vegye fel a telefont. Keresik az illetőt. Jól van. Eddig stimmel. Apöfeteg. Na! Hát akkor itt van egy másik láda, amit ugye az ablakból láttunk. Jó lenne egy, őszinte leszek, egy Stargazer. Wow! Kaptunk egy új pengét. Jól van. Oké, srácok. Nem akarom lelőni a point, de maradjuk egyben, hogy azért egész jól haladok. Ha lehet ezt így mondani. Ah, hello. Akkor jó szórakozást odalent. Beleugrottam a csapdába. Ez a köcsök kutya. Bocsánat, nem ezt akartam. Itt van még egy csapda valahol. Igen, azt látom. Oké. Okay. Jó van, igazániból ami kellett, azt fölvettük. Kivétel azt és azt. De ugye ott nem tudjuk, hogy hogy tudunk átmenni, majd mindjárt még megnézem. Hopp, az mi? Itt lesz egy kutyus. Legalábbis utolsó emlékeim még azok voltak. Na várjatok. Gyorsan még fölmegyünk itt a létrába, aztán áthatalálunk egy Stargazer, de szerintem nem valószínű. Meg azt, ahogy elnéztem, szerintem itt valami boss lesz, mert... Hát igen, itt nem nagyon tudunk tovább menni. Arra az oldalra. Azt valahonnan majd máshonnan kell megközelítenünk. Valószínűleg a másik oldalról. De hogy tudunk átmenni oda? Szerintem az egy másik létre lesz. Oké. Hát ő beugrott a ketrecbe. Oké. Jó lenne egy Stargazer. Ezt nem nagyon értettem, hogy miért nem tudok mozogni. Csapdákra figyeljünk a vízbe, mert az lehet, hogy van. Oké. Hello. Ezt a reakciókésést, ezt nem tudom, hogy mire véljem. Na, menjünk föl. Nézzünk szét. Itt egy telefon. Itt csörgött a telefon. Hello. Oké. Okay. King of our riddles say. Riddle says. I stand tall and proud when I'm young and okay. Old, but I'm short and humble once I've gotten old. What am I? Oké, akkor jól gondoltam, vagy nem? Ez egy bolond. Never
handle such an accusation in a culture where dueling is still an acceptable method of solving disputes. I'm the king of riddles, not the king of swordplay. You know, I wonder, perhaps it's your connection to Candle, because the answer is right. Okay. I take leave of you now, but don't go too far. Pick up the receiver. Okay. Hát akkor legalább szereztünk egy kulcsot, mert ugye az volt itt ilyen találós kérdéses játékokkal szokott szórakozni ez a csávó. Egyszer már beszéltünk vele telefonon. Jó lenne kinyitni. Várjatok. Bocsánat, nem figyeltem. Elgondolkoztam azon, hogy most... What? De... Menjünk tovább. Á, örülnék neki, hogyha lenne itt egy Stargazer. De szerintem nem igazán lesz. Sőt, mindjárt föl kell neki itt mellettem. Mert valahogy azért csak el kellene mentenem a játékot. Vagy annyit tudok, hogy vissza fogunk menni az éremmel, és akkor ugyaninnen folytatjuk. Meglátjuk, jó? Vagy mit tudunk itt kihozni a dolgokból. Azt tudom, hogy itt a környéken nagyon nincs Stargazer. Ott le tudunk menni, kibírjuk nyitni a shortcutot. Igazándiból. Oké. Shotpad. Hát nem kéne, hogy leessek. Oké. Okay. Jó. Akkor ezzel meg vagyunk. Já, gondoltam. Hát persze. Na nyissuk ki a shortcutot. Jaj, bocsánat. Nyissuk ki a shortcutot, és akkor meglátjuk, hogy merre kell menni. Várjatok. Zsír. Na, gyerünk, gyerünk! Nem érünk rá egész nap. Szedjed a lábad. Na. Oké. Tehát akkor itt le... Csúszunk a létrán. Így né? Oké. Okay. Ezt kinyitjuk. És szerintem azt fogjuk csinálni, hogy vissza fogunk menni most a Stargazerhöz. Nem megyünk tovább, mert hosszúra sikeredett így is a videó. Mondjuk ezt azért még megnézem, hogy mi van erre. Ez mi? Hát a Moonstone. Bentre azért csak nem megyek. Pedig nem ártana, tök király lenne, kíváncsi lenne, hogy mi van a ház mögött. De szerintem... A nyakunkba fognak ugrani. Na jól van, srácok, hát akkor kinyitottuk a shortcutot. Egy gonddal kevesebb. Szerintem nem fogunk tudni visszamenni a Stargazerhez. Ez csak az én véleményem. Ugye? Vagy lehet? Nem tudom. Visszamászunk. Gyorsan elszaladunk, és akkor innen folytatjuk tovább a következő epizódba. A lehetőség nyílik rá. Így ne. Bocs, srácok, hogy ennyire... lehet, hogy ott volt a Stargazer, ha mentem volna még egy picit tovább, talán ottan. Ja, igen, bocsánat a... De mi erre fogunk menni. Jó lett volna azt a shortcutot kinyitni. De rendben. Na jó,
Hát akkor teleportáljunk haza. És ugye szerintem már Geppetto bácsi vár bennünket. Engem pedig vár az új játék, hogy megmutassam nektek, mivel fogunk játszani. Úgyhogy... hát meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Egész jól haladta, most fogjunk rá. Tehát szerintem zsír volt most ez a menet. Köszönöm Anettnak, hogy felhívta egy apróságra a dolgom, vagy bocsánat, a figyelmemet. Úgyhogy ennek baromira örülök. És hogy így sikerült, egy kicsit azért rugalmasabb lett így a játékmenetünk. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy szerintem a következő epizódban el fogjuk költeni ezeket a pontokat, oké? És akkor várni foglak benneteket a következő epizóddal szerdán, amiben megyünk tovább ezen az érdekes utcai témába, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye, úgyhogy addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és ma még ne felejtsétek el, várlak benneteket az új játékkal, nagyon várom, hogy milyen véleménnyel lesztek róla, illetve hogy mennyien fogjátok megtekinteni ezt, mennyire fog érdekelni benneteket, szerintem menni fog, jó lesz az, még én is nagyon kíváncsi vagyok rá, de főképpen én szerintem. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a végeredménye. Úgyhogy addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és akkor találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!